Zsúfolásig megtart a Szavári Egyetem központi sportcsarnoka, ahol a játékos sportvetélkedő országos elődöntőjét rendezték. A hat részvevő csapat közül kettő, a Derkovics, valamint az Zrínyi Általános Iskola élvezhették a hazai pálya előnyeit. A vasi diákok mellett érkeztek résztvevők Balatonalmádiból, Csopakról, Csornáról és Kónyból. A gyerekeknek ezúttal is 10 különböző típusú nehézségi ügyességi feladatot kellett időre teljesíteniük. Jól mutatja a csapatok felkészülését, hogy szoros eredmények születtek az egyes versenyszámokban. Példaértékű Szombathely diáksportja. Ez Szombathely nagy ünnepe, és a Magyar Diáksport Szövetségnek is most már észre kellene azért venni, hogyha vannak ilyen nagyon nagy fellegvárok, akik a diáksportban rengeteget áldoz, hiszen Szombathelynek kiemelt fontosságú a diáksportja. Azt hiszem, hogy mindenképpen valahogy jobban oda kellene fókuszálni, hiszen az alsó pilléreken múlik az országnak a diáksportja is, és a nagy diákolimpiai versenysorozat is ezeken a városokon múlik. A kiélezett csata végül az utolsó futamban dölt el. Bár a kötélhúzás megnyerte az Zrínyi csapata, összetett pontszámok alapján a Derkovics Gyula Általános Iskola végzett az élen. Szerettük volna megnyerni, és hát a Zrínyit sikerült, meg a többieket is. Az elsőség mellett pedig annak is örülhettek Bogdán Kriszta és Török Liár tanítványai, hogy biztosították helyüket az országos döntőben. A Derkovics iskola mögött a második helyen az Zrínyi végzett, mely pótselejtezőn még kivívhatja a fináléba jutást.